Itt bizony összeakasztották a kiugró Zavadzki lábát, Pull messze volt és nem ítélte meg. Konkrétan megvan az eset, nem tudom, anyaszámú játékos megtolta a labdát és ez az ős begyakorolt dolog, megpróbált eljátszani. Csak hát ugye az, ez mondjuk már egy szakma nálunk, hogy amikor egy támadó megtolja a labdát és a védő oldalt van és a láb nem mozdul, akkor szó sem lehet egyébként. Ez 1000%-ig biztos vagyok benne, mert elég közel álltam és nagyon jól láttam a szituációt. Lipcsei, Détári, Keller vissza, Gregor gyorsíthat föl és érkezhet lendületből a kapu elé, Kovács vissza, nincs les, Gregor lép ki, gól! Egy mintaszerűen szép akció, gyönyörű passzok, Gregor lendületből indult, és miután pontos labdákat kapott vissza, ő fejezte be, vezet a Ferencváros. Bánfi kapja a legurított labdát, 27. perc. Bánfi, három ember között jó az indítása, egy óriási les volt mellesleg. Tovább viszik a kispestiek, kipattan a labda, ez bizony nagy helyzet volt. Sallói, Stefanov. Zavadzki lökik, előnyszabály, Détári a 16-oson belül. Détári még mindig és szerelik, aztán Keller érkezik. Első ránézés úgy néz ki, a Kisan Pistinek eltört a lába, a szabadösöskának pedig ilyen komoly izom problémája van. Úgyhogy úgy néz ki, hogy hétvégén egyik se fog játszani. 38. perc. Egy beívelt labdára Kovács megy föl, és aztán másfejjel az előrehúzódott Szekeres, 2-0. Bejön a labda, Kovács rámozdul, elmennek vele a védők, Szekeres kibújik, és megszerzi a Ferencváros második gólját. Brockhauser csak nézi földbe gyökerezett lábakkal. Egy meredek indítás ki a bal oldalra, egyből vissza középre a labda, dúró fejjel, Seiler kezébe. Nagyon szép volt a gól, gratulálok. Köszönöm szépen, de én is borzasztó boldog vagyok. Még első gólomból végül is komoly tétmeccsen. Egy gyakorolt figura volt ez a berúgás után ért? Teljesen spontán jött. Megpróbáltam elé menni és bólintani. Csak kapura menjen, az a lényeg. Mennyire feladatod, hogy a támadást is segíts? Felváltva a két ember fogónak kötelező, hogy fölmenjen. Egyszer a Kuznyecov, egyszer nekem. Így most feljöttem sorra és hál' Istennek sikerült. Ez a gól már eldöntötte? Hát még nincs vége. Nagyon nehéz lesz, de remélem, hogy most már biztosabban tudunk játszani. Aztán megint Kuznyecov, egy remek indítás középre, ott a helyzet, Kovács, és megfogják a kipattanó labdát, aztán elhozza Csábi. Ferencvárosi labdaszerzés után egy kitörési kísérlet, Lipcsei viszi rá egy az egyben Bánfira a labdát, Lipcsei még mindig hosszan szökteti magát, és kimarad a helyzet. Sallói. Szekeres megállítja egy ütemmel a támadást, dúró teszi be középre, ahol ketten is érkeznek, és kimarad megint. A 13. szöglet, dúró teszi vissza a labdát, Illés a 16-oson belül, most már 11-es Détári buktatott, ez 11-es. 40. perc, Sallói vállalkozik a büntetőre, és belövi. Szép itt tehát a Kispest honvéd, Seiler a jobb sarokba megy, Sallói a balba rúgja. Mi döntött? Kimaradt rengeteg helyzet nekünk. Kettőt ütt a kapura, bement, ezzel nyertek. Jobb volt a Fradi? Nem. Mi voltunk jobbak. Kemény meccs volt? Kemény. Szerintem a Fradi eleinte nagyon durva volt. Hogy durva? Én azért ezt a szót, ez most egy kicsit érdekes. Én azt mondtam, hogy még keménynek se nevezném. Szóval itt annyit fekszenek nálunk a játékosok egy-egy összecsöppás után a földön. Mit is biztos érzékelhető volt, hogy először megpróbáltak lemaradni, aztán mondjuk, hogy nagyjából már ismernek, tudják, hogy nálam nem nagyon lehet lemaradni. De én azt mondanám, hogy nemzetközi mércével még keménynek sem nagyon nevezni. Szóval sokkal több kemény ütközés van kinn, miután fölállnak és nincs gond. Nagyszerű mérkőzés, ott azt hiszem, hogy megérdemelten nyertük meg a szuperkupát.
nagyon jó és agresszívan játszott a csapat, tehát érződik, hogy egyre jobban összeszokunk, jobb erőben vagyunk, és nagyon biztató a bajnokságra is, és a lényegében az Innsbruck elleni kupa mérkőzés. Mondják, hogy kicsit talán túl agresszíven, ennek köszönhető a két honvéd sérülés. Mi agresszíven játszottunk, de azt hiszem nem durván, tehát azért ez két másik fogalom. A nemzetközi szinten így kell játszani, és mi már a nemzetközi